Újpesti szabadrúgás lesz, csak elé kerül labda. Az olasz bíró akkurátosan jelzi, kérem, hogy ez közvetett. Keller, a bal hátvéd, majdnem megtréfálta ez a baldás Sepp Maiert. Végül is Beckenbauer és Hansen veszekednek, mert a kettő között majdnem berobbantott Bene. Végül is aztán Hansen tisztázott szögletre, amit Sepp Maier húz le könnyedén Horváth elől. Bene nem tud labdát szerezni, de ez most sikerül Feketének, Bene! Fazekas! És Sepp Maier! Bizony ebben benne volt az egyenlítés, egyet igazít Fazekas, és azonnal tüzel fél fordulatból, kicsit éles szögből, Sepp Maier a végállomás. Beckenbauer. Ő azért nem fog előre menni. Egy csel után azonnal vissza. Kappelmann. Zobel. Lopja a távolságot. Fönnakad azonban a második belépő magyaron. Tóth. Ügyes indítás. Fekete elől. Hansen. Hönes. Hansen. Kappelmann. Gerd Müllert nem lehet megjátszani, Torstensont viszont igen, de hosszan Sepp Mihály jött ki jól. Tóth András, Noskó, Dunai, Zámbó megjátszható a bal oldalon, és a játékvezető zavart, Keller. Ez jó, Zambó is. Fazekas is hiába várták, Schwarzenbeck fejeli ki. Tóth üldözi Hansent, éppen csak el tudja kotorni, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Zobel. Dunai nem tud labdát szerezni, megint Paul Breitner, a pálya minden szegletén feltűnik a héttüdejű középpályás, gyönyörű labdát oszt ki balra. Hönes, Edsel, most vált ki rá a jobb hátvéd Noskó, de Szent Mihály eladja egy jó védés után. Harsányi és Horváth vonja kérdőre, Paul Breitnert kell megint dicsérni. 25 perc telik el, tehát a 70. percben járunk. Jó meglátás volt, bizony Dunai szöktette Fazekast, Schwarzenbeck szerel. És itt Fazekassal szemben szabálytalanság volt, Tóth András a labda mögött, akár kapura is tüzelheti. Na nézzük, Tóth, egy beadás, Bene elől, azonban Beckenbauer fejeli ki, Dunai. Noskó, illetve Harsányi az. Most Noskó, ez jól jön! Akárcsak Sepp Maier leszedi Fazekas fejéről. Zámbó próbál labdát szerezni. Zobel. Kellner mellett tovább. Torstensson a gólszerző, Hönes. Még mindig Hönes. Most oldalra, és mit védett Szent Mihály, és az ismétlés mellé, óriási zicser, Gerd Müller hagyja ki. Lehet, hogy még valaki beleért. Minden esetre a magyar kapus most gólt fogott. Nem igen, Gerd Müller aztán az ismétlést estében már csak mellé tudta katorni, óriási gólhelyzet maradt ki. Ezt most megúszta az Újpest. Dunai. Keller. Tóth.
Dunai. Noskója jobb oldalon, menetrendszerűen egy csel, majd inkább vissza. Most a beadás, bene ollóhozna fazekas is. Még mindig a magyaroknál sarokkal tovább, és éppen csak kikotorják bene elől. Ki más, mint a császár, Franci, Beckenbauer. Ebben most benne volt az egyenlítés, kicsiben játsszák meg bene. Fazekas, bene. Jön a túloldalon, két védő is. Nem történt semmi, mutatja a játékvezető, hogy Harsányi lökött, úgyhogy kifele jár a szabadrúgás. Egyelőre tartja az egy gólos előnyét a Bayern München. Egy elkerülhető góllal vezetnek a bajorok a svéd Torstensson szemfülessége évén. Egy kisebb kapus hibát követően Noskó. Jól fordul le Tóth. Fekete, fekete, éles a szög, és onnan is be tudja emelni, de csak Sepp Maier ölébe. Na lesz. Schwarzenbeckel adja. Harsányi ugyanúgy. Franz Beckenbauer nyugtatja a többieket. Egyébként meg szabadrúgás jár, mert Schwarzenbeck kikövetelte magának a faultot. Na lesz. Remek csellel megy el, még mindig. Lerúgni sem tudják, most viszont igen. És kérem tovább, mint a játékvezető, pedig Harsányi buktatta ön ezt egyértelműen. Tóth András, fekete, Dunai, ügyes csel, Tóth, Zambó, aki a második félidőben keveset játszott, keveset vállalt, nem igen kapott labdát. Breitnerben akadt fönn, de dobhatnak a magyarok. Hiába. Akkor átuskodik ottan. Fazekas! Breitner volt az, aki picit idegesítette Zambót, és Fazekas lövését blokkolják. 32. perc Újpest Bayern 0-1. Torstensen a gólszerző. Na nézzük, lesz ebből a 7. újpesti szöglet. Tóth András, bene elől Schwarzenbeck vágja ki. Torstensson nem tudja megtartani. Inkább hátra Hansen, és ezt lehetett ugye hazaadni. Akkoriban még Fazekas elől, Sepp Maier kivetődve. Zambó. Fazekas. Kellner mellett tovább, Breitner. Beemeli Torstensson egy esernyőcsel. Hönes, Hönes már lőtt távolban, gyönyörű labda, és szábel az oldalhálóba, még ez a szerencse. Gerd Müller volt az, persze nem Zabel. Kijátszották a figurát, Breitner, Hönes, Torstensson az egy esernyőcselt oszt ki Kellernel szemben, és Gerd Müller tüzelt. Szerencsére az oldalállóba, senkinek nem jó, Tóth András emelése, sem feketének, sem fazekasnak, Beckenbauer, Zauber, Torstensson, Roth, gyönyörűen vette le, Gerd Müller elengedi, Hönes, Hönes, és csak meg lesz az a labda, meg lesz. Jól van. Megint az újpesti kapus volt főszerepben, Dunai Antal. Zambó tovább, Bene, Fazekas. Bene várta volna Fazekas mellett. Schwarzenbeck. Zambótól visszakapja, Fazekas lopja a távolságot. Tóth. Nem jut el Benéig. Breitner adja higgadtan haza. Továbbra is 0-1 a Beck elődöntő odavágóján a Népstadionban.
76 ezer néző előtt. Zámbó, ügyes labdaszerzés. Tóth, ez is jó. Feketén ketten, és Fekete mégis elfejeli. Bravo, Fekete. Sem Beckenbauer, sem Schwarzenbeck nem értik, hogy ez a fiatal magyar, az akkor 18 éves Fekete Laci hogyan bújt ki közöttük és fejelte. Igaz, hogy a hosszú alsó sarok mellé jócskán, de mégiscsak lefejelte a két megtermett védőt. Breitner. Hönes. Torstensen, ügyes csellel Harsányival szemben, már Breitner a másik oldalon. Hönes. Gerd Müller, vigyázat, Gerd Müller! Szerencsére Kellner gyötörte. Így nem tudott gólt szerezni Gerd Müller. Kellner blokkolta a lövését. Bajor szöglet következik. Hönes. Jön a kapus, Szent Mihály, és leszedi. Tóth András, ügyes csel, Fazekas, dobhatnak a magyarok, illetve szabadrúgás, Noskó. Tóth, Horváth, Kellner, aki az előbb blokkolta Gerd Müller lövését, most már bátran támad és kiharcol egy szögletet? Igen, de nem. Utolérte még Zóbel. Sepp Maier. Egészen a másik 16-osig Hönes elől azonban Harsányi. És itt rátartott Dunai Torstensen lábára. Egy fotóriporter is belerúg a meccslabdába, biztos nagy élmény az lett volna, csak a nagy élmény a saját magát lefotózza közben. Lehet, hogy ez sikerült neki. Beckenbauer irányítja a társakat, aztán középen megtalálja Hönest. Gerd Müller elől azonban bravúrosan ment. Noskó, ez nagyszerű keresztlabda, de milyen jó indítás. Zámbó, Breitner vele szemben, Zámbó. Breitner lép bele az átadásba, nem jut el Benéig. Torstensson. Hönes megelőzi azonban Horváth József. Dunai. Jó csúsztatás, bizony, hogy jó, ott a középrádás, és egy-egy, Fazekas érkezik. Zámbó gyönyörűen középre, ez nagyszerű mestermunka, kisakkozzák a Bayern Münchent. Fekete volt, nem is Fazekas, nem, Kellner volt az, bocsánat, Kellner jött előre. Igen, ő kapja a gratulációt. Nagyszerű akció, Fazekas egyenlít. 9 perc van hátra, akár meg is fordíthatja az Újpest. Újpest Bayern a Beck elődöntőben. Fazekas gyönyörű találatával egy-egy lábról lábra ment az akció. Beckenbauerek épp, hogy csak nem tapsoltak. Most Beckenbauer mellel. Breitner. Zobert megelőzi. Tóth András és Fazekas elől. Schwarzenbeck vágja ki. Újabb szöglet. Bizony megzavarható a Bayern is. A világsztárok, a Beckenbauer által dirigált Bayern, hát most szögletnek kéne következnie. Hát egyértelműen Schwarzenbeck rúgta ki. Ezek szerint, igen, valószínűleg nyújtott lábbal ment Fazekas Schwarzenbeckre, ezt fújták le. Harsányi, még jókor csípi el a kapus, Horváth. Dunai. Majdnem Tóth leszereli őt, és Torstensen kis ilyen elcseni.
Tóth és Dunai most nem értették meg egymást a két szervező, Noskó, Zambó. Megint Noskó csak vissza tudja játszani, ez jó. Fazekas fordulna le, Schwarzenbeck és már Gerd Müller két magyarral szemben. És ott el kellett ütni bizonyan ezt, mert itt már csak a kapusra vihette volna rá Uli Hönes. Nagyon aló a játékvezető, lehet, hogy manapság már sárgákat osztogatnának az ilyenekért. Szóval belebotlik a saját lábába, Uli Hönes segít, Gerd Müller a Harsányi szereli. Fekete Tóth. Na most nyargalázhatott Bene. Hát Beckenbauer bizony. Hát ezt elnézte a bíró, vagy lefújta? Végül is lefújta, és Bene mutatja, hogy ez sárgát ért ám. Ha Beckenbauer, ha nem. Magyar szabadrúgás, Bene maradott. 6 perc van hátra. 1-1 az Újpest Bayern bekkelő döntő. Fazekas elől vágta ki, Beckenbauer. Fazekas visszaszerzi. Tóth. Zambó. Remek csellel megy el. És a visszagurítás is jó. Fazekas nem tudja megkerülni Breitnert. Mindenhol feltűnik. És Torstenssonon senki. Teljesen kinyílt a középpálya. Hönes. Hátrafelé megy, az az újpestieknek jó. Hönes meggondolja, hogy Budapestről jó az X, majd otthon a visszavágón. Elintézik a lilákat, hát az nem lesz olyan egyszerű. Schwarzenbeck eladja. Harsányi. Ügyes csel. És ez buktatás bizony. Elnézést is kér a tettes. Fazekas volt az. Taktikai szabálytalanságnak is lehet mondani. Zambó és Fazekas dumálnak. Breitner vagy Beckenbauer. Valaki föl fogja ívelni. Breitner hagyja Beckenbauernek. Hönes! Gyönyörű labda, és ez bizony a kapust támadta. Előti Szent Mihály a labdát, Hönes hiába fetreng. Ő volt a szabálytalan, egyébként bámulatosan pazarlabdát kapott Beckenbauer ívelte. Hajszál pontosan Hönes elé. Szerencsére jól jött ki a kapus. Tisztán előti a labdát, lendületből érkezik Hönes. És már nem tud megállni a kapus sem, úgyhogy nem bántották Hönest. De azért fájhatott, szó mi szó. Dunai. Noskó. Dunai. Noskó. Tóth András várná. Bene. Nem fér a labdához, Zambó. És ez bizony buktatás. Ez bizony buktatás. Horváth jött előre, és Torstenssen a gólszerző felvágja. Tóth András egy Zambó a labda mögött. Végül is ott íveli be. Ez jó jön. Fekete és Bene sem fér oda. Torstensson. Hönes remekül söpröget Harsányi. Tóth, ügyes kötény, jól fordul le, még ez is jó. Hát szerintem elütötték Feketét. Zóbel, Breitner tovább. Hönes lökéssel indult,
jogos szabadrúgás kifelő. Dunai. Picit hosszan kapta Dunai. Tóth-tól Thorstensen, vigyázat. Egyelőre még mindig szlalomozik, és Breitner már megint hol van? Ott van, ahol akar, most jön a támadással föl. Egy lövés, talán most Hönes ügyesen bújik ki. Bizony, ezt nagyon jól csinálták. Végül Thorstensen szerencsére a rövid saroknál Szent Mihály. A Bayern sem hagyja annyiban. Schwarzenbeck. Roth. Breitner. Kappelmann. Majdnem labdát szerez a Bene. Fazekas ront ki rá. Hansenre. Jól fordul le Thorstensen. Thorstensen. Most jön Gerdmüller. Lejön ám az újpesti kapus is. Dunai. Zambó. Tóth, Zambó kapja vissza, Breitner föllöki, egyértelmű, a jogos a magyar szabadrúgás, és Zambó azért nem adja magát, Breitnernek azért oda piszkált egy picit, elvégre Budapesten vagyunk. Bene. De te Tóth András az, igen, Tóth András. Nézzük. Hát ez nem a legjobb. A hosszú oldalon hiába jöttek ketten is. Ezt most elrontotta Tóth András. Hönes, egy nagy versenyfutás. Jöhetnek a magyarok. Ügyes csel Tóth. Fekete, jól fordul le, Fekete! És Beckenbauer az végállomás, a 9. újpesti szöglet, 9-9 a szöglet arány egyébként. De már csak 2 perc van hátra, Fekete! Les! Az utolsó perc kezdődik. Sőt, ki több, lefújja a meccset az olasz bíró. Hát kérem, a Bayern nem tud nyerni Budapesten. Egy ajándékgóllal mondhatni vezet a svéd Thorstensen lévén. Aztán egy nagyszerű akció. Fazekas lépi meg a mattot, miután kisakkozták Beckenbaueréket. A végeredmény tehát a Beck elődöntő első mérkőzésén